Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. A Kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális magazinját, Rónai Egon vagyok a szerkesztő, pedig Cserdi Zsolt, jó napot kívánok mindannyiuknak. Először egy halhatatlant köszöntünk itt a műsorban, aztán beszélgetünk egy újrainduló sorozatról, a Dalfutárról Hajós Andrással, végül pedig a Highlights of Hungary elnevezésű ügyről, cégről és díjról, mert hogy ez így együtt mindenféle, és itt van is miről beszélgetni, úgyhogy majd meg is tesszük. De hát először is, ahogy mondom, egy halhatatlan László Zsolt, a Halhatatlanok Társulatának 2024-ben megválasztott örökös tagja a vonalban. Szervusz és gratulálok! Szervusz, Egon, üdvözlöm a hallgatókat! Elég kalandosan tudtál a lábnyomodba lépni, ezt elmesélem a hallgatóknak, mert hogy éppen egy beugró próbátok volt aznap délelőtt, amikor a lábnyomlerakás volt a Broadway-n, a Nagymező utcában, és hát elég zűrös volt, hogy hogy jutsz te ki a színházból, azon a 20 méterre lévő színházból a lábnyomodba. De azért ott voltál, és ez nekünk nagy öröm volt, és ki is ütött a nap ennek örömére. Igen, hát eleve ugye azzal kezdődött, közben a kutyám is beleszól a felvételbe, hogy ugye egy héttel eltolódott az esemény, mert a rossz idő miatt. Így volt. Igen, hát az élet mindig közbeszól, vagy nem mindig, de gyakran igen, egy betegség miatt beugró próba volt a színházban, és akkor ez megnehezítette az ott leittemet, de aztán hál' Istennek ez összejött, mert nagyon meghitt esemény volt, vagy hát hogy is mondjam, én nagyon meghatódtam, komolyan, tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen hatással lesz rám, de elképesztő érzés volt ott lenni a körtökben. És hát óriások közé került a te óriási lábnyomod, ami meztelen lábnyom, mezítláb léptél oda, és hát ez nagyon sokaknak feltűnt, sőt, a szintén most hallatatlan Szirtes Ági azt mondta, hogy hát ha ő ezt tudja, hogy mezítláb is lehet, hát ő is. Ez hogy jutott eszedbe? Mert ugye mindenki a cipőjét küldi, te meg az egész lábadat. Hát figyelj, elképzelhető, hogy van ennek kényelmi szempontja is, hogy egész egyszerűbb, tehát egyszerűbb egy cipőt elküldeni a gipszlenyomathoz. Én megmondom őszintén, arra gondoltam, hogy ez bár meg kell, hogy mondjam, tehát nem vagyok büszke a lábnyomomra, a lábfejemre. Tehát igen, de hogy mégis, hogy valami személyeset ott hagyni. És akkor az nyilván nem egy cipőtalp lenyomat lesz, hanem az én mesztelen lábnyomom. És akkor így gondoltam, hogy megkérdeztem, hogy akkor lehetséges az, hogy akkor személyesen részt vegyek így, hogy akkor igen, saját magam belelépik ebbe a gipszlenyomatba, és akkor mondták, hogy természetesen. Hát miért te lehetne? Persze. Azt nyilatkoztad, hát egy-két évvel ezelőtt, hogy szinte mindent eljátszottál, amit el kell játszani. Van a színészek előtt egy ilyen lista? Nem valódi, vagy... hanem egy ilyen képletes, hogyha ez is megvolt, meg ez is megvolt, hát mi jöhet még? Nem, szó nincs erről. Vagy legalábbis nálam nincs ilyen. Nem is volt ilyen lista. Volt egy-két olyan dolog, ami nem megfogott fiatalom. Én középkorú, idősebb szerepek, amik azt éreztem, hogy talán érdekes lesz ez egyszer majd. Ezokkal a szerepekkel próbálkozni. Ilyen volt a Hírkirály, amit főiskolásként másodévesek voltunk, amikor Shakespeare kurzusunk volt a főiskolán, és akkor azt éreztem, hogy ahhoz lehet majd egyszer valami közöm. Ez összejött. Hát összebizony, Radnótiban, de még hogy? Igen, jó időszakban, még nem voltam kellően idézőjelben öreg a szerephez, de talán pont emiatt volt szerintem fantasztikus. Mert bennem volt egy 60-as évekbeli Peter Brook előadása, amiben a Schofield szintén 40-valahány évesen játszott el a szerepet, talán közelebb volt az 50-hez, de mindazt már tudta az öregkorról, amit tudni kell, miközben még azért erejeteljében volt, tehát pont kellő időben játszott el.
szóval elképesztő. Én az előadást sajnos nem láttam, de egy fekete-fehér film készült róla, amit Jakutföldön forgattak annak idején. És hát ez hát hatalmas. Tehát igen, tehát úgy, mint a lábnyom, nyomokat hagyott bennem. A másik az ügynök volt, ami úgy gondoltam, hogy hú, ezt egyszer, de jó lenne. És ezt hány Istennek most ezt a Stolland is eljátsza előlem a Centrál Színházban. Örülök neki. De baromi volt, és nagyon jó előadás, és úgyhogy szerencsére az nem fog elérni. Még egy olyan volt, de ott is inkább a színdarab, ami nagyon megfogott, és ami iszonyú örökérvénynek tartok, az a Szálami boszorkányok. És abban a Proktor szerepel, ami szintén a Stolland is eljátszott a Dix Színházban, és ami szintén hál' Istennek nem ért el. Mert de miért hál' Istennek? Nem tudom, az nem az én szerepem. Sokkal inkább való a bucinak. És az ügynök? Az ügynök, az úgy vagyok, hogy ahhoz kell egy nagyon jó rendező. Én két ügynök előadásban voltam, Biff, egyszer Szegeden, amit a Zsóter Sanyi rendezett, itt a Király Levente volt az ügynök, egyszer pedig az Alföldi Robi rendezett a Táliában egyet, ott szintén Biff voltam, ott a Budrogi Gyuszi bácsi volt az ügynök. Hát ott nagyon lehet szentimentális húrokat pengetni, nem kell természetesen. Nem tudom, most már így utólag azt mondom, hogy nem, tök jó ez így, ahogy van. Van annak kockázata, hogy az ember eljátsza azt, amire vágyik? Persze, sőt, általában jó, ha nem jön össze. Igen. Ha mondtad a Stolt, nem, és mondtad egy fél mondattal az előbb, hogy rendezte, te Biff voltál az Alföldi az ügynököt. Igen. De ti hármasotokat nagyon sokáig egy ilyen összetartozó hármasnak tekintették a szakmában, meg a közönség is. Tehát, hogy a László Zsolt, a Stoll, meg az Alföld, ezek így együtt mozognak. Ez mennyire volt valódi, és mennyire valódi ma? Hát annyira volt valódi, hogy azért azt a 11 évet, hát igen, szóval a Nemzetiben ott volt egy lehetőség, hogy ez felszínre törjön. Hát azóta megváltozott a világ, más helyenken vagyunk. Ez ilyenkor szét is esik, ez az összetartozás egy kicsikét, amikor szétszóródtuk a szakmában? Hát színházilag mindenképpen, mert hogy ha van lehetőség, vagy lesz lehetőség, akkor nyilván ez a hármas megint össze tud majd kapaszkodni. Ha nincs, akkor ez hamvába volt. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én bízom abban, hogy még lesz közünk így hárman egymáshoz. Te most a Radnóti Színházban vagy. Mondd a Robit, aztán majd én mondom, amire én gondoltam. Ne, csak annyi, hogy a Robival jóval többször találkozom. Hát két darabba játszunk is. Hát igen, Centrál. Igen, meg hát az utóbbi évben is rendezett a Radnótiban. Tehát, hogy vele azért több közöm van, így szakmailag egymáshoz. Hát van, is eltávolodtunk, igen, az élet elsodort egymástól bennünket. Azt akartam felvetni csak, hogy te most visszatértél a Radnóti Színházból, most igen. Tag vagy, mert hát ott kezdted a pályafutásodat. És voltak éppen Székely Gábor volt az, aki onnan elvonzott az új színházba, és most pedig az új igazgató Kovács Adél, most már annyira nem új igazgató, persze, de hát akkor az volt, ő vonzott vissza a Radnótiba. Ezek a személyes hitek, ezek nagyon meghatározók a pályádon, hogy kiben hiszel, hogy kinek a vonzása után mész? Igen, tulajdonképpen az összes döntésemet ilyen személyes okok határozták meg, már személyes okot értem az alatt, hogy érdemes-e valakihez csatlakozni, vagy valakikkel összeállni. Igen, persze, ez számomra nagyon fontos. És hát ezt nehéz lesz nevesíteni, volt olyan, amikor ez az érzésed megcsalt? Hát, hát amikor Fehérvárra mentem, az például egy nagy lehetőségnek láttam. Ott igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a várakozást,
azt a társulat ezt mindenképpen hát hogy is mondjam. Tehát a társulat miatt az nagyon jól jött össze, de valamiért ott azt éreztem, hogy nekem ott nem túl szerencsés a csillagzat. Tehát, hogy nagyon jól jött az Adélnak a hívása. Jól éreztem magam a fehérvári társulatban, de valamiért azt éreztem, hogy nem tud beteljesedni rendesen, teljesen. És a Radnóti igen? Tehát, hogy jó volt-e a döntés, hogy visszamentem? Igen, meg hogy itt megkapod-e azt a beteljesülést, amit nem kaptál meg mondjuk Fehérvártól? Azt kell mondjam, hogy igen, már olyan nagy elvárásaim nincsenek. Értem az alatt, hogy nem akarok, ezt az Adélnek is mondtam, hogy nem akarok én 7-től 10-ig színpadon állni. Már úgy értem, hogy ilyen hatalmas terheket magamra venni. Mert ez a része már nem vonz, talán annyi energiám sincs, és sokkal jobban izgat ez a társulati lét. A kis színház most megint nagyon jó nekem, hogy nem kell akkora teret átkiabálni, átbeszélni, és meghittebb a néző és a színpad viszonya egy ilyen 250 férőhely befogadására alkalmas színházban. Igen, számomra ez most teljesen alkalmas. Egy színész tehetségének mekkora része az, hogy milyen társulatban van? Hogy kikkel játszik együtt? Mit látunk be? Hogy mit látunk mi belőle? Mit látunk bele a tehetségébe? Így értem a kérdést. Hát figyelj, nagyon fontos, hogy az emberben gondolkozzanak. Tehát a társulat meg alapvetően meghatározó. Tehát az, hogy kikkel vagy színpadon, az hát egy csapatjáték. Hát az olyan mindegy, hogy egy foci csapat, vagy egy kosárlabda csapat, és hát nem mindegy, hogy ki áll melletted. Úgyhogy persze, alapvetően meghatározó. Olyan előadásaidra emlékszem leginkább, amik egy miközben hagyományos színházak, tehát hogy nem őrülünk meg közben, de ezen közben mégis kerestek új mondani valókat, vagy új eszközöket a mondani valóhoz, vagy valami volt benne, ami az angyalokra gondolok például a Nemzeti Színházban, de a Líretek is a Radnótiban ilyen volt, ami persze az volt a darab, ami, de közben az ember mégis úgy ült ott, hogy hát ez valami egész új. Ez kell, hogy legyen? Kell, hogy legyen nekem egy ilyen érzésem, miközben nézlek? Vagy pont olyat választottam most ki, ami ilyen volt? Hú, hát figyelj, nem tudom, mert ebben is van valami periódika, tehát én úgy gondolom, hogy most megint arra van inkább igény, hogy az ember hagyományosabb előadásokat nézzen. Tehát most már az utóbbi években megint volt minden, kamerától kezdve, összművészeten, hát nem tudom, én azt érzem, hogy most a nézőkben megint arra van igény, hogy egy picit embertől emberig jusson el a mondat, mindenféle big fang. Nálatok pihenünk meg a napi őrületből? Hát nem mondanám, mert hát pihenés ez. Hát annyiból igen, hogy ugye minden villog körülöttünk, tehát itt a igen, közösségi igen, tértől kezdve az egész életünk igen. Ilyen felfokozott. Igen, ez szerintem, igen. Most megint, hát egyfajta igény, és a tiszta gondolatok, és a tiszta szándékok, hogy megjelenjenek a színpadon. És tényleg mindenféle külcsín, és nem tudom én, milyen eszköz nélkül. Öt gyerekes apa vagy, és két gyereked is a pályán. Ugye két gyereked, jól tudom. Egy Gazsi fiam színész. Ő színész, igen, de hát a lányod, ha jól sejtem, akkor a lányod is az SZF-én, ugye? A lányom, Panak acélkodott vele, ő hál' Isten újságírás. Hál' Isten! Na ezt akartam kérdezni, hogy a legtöbb szülő rémülten gondol bele, már szakmabeli szülő, hogy folytatja a színészi pályáját a gyereke. Hál' Istennek a Panna lányod nem. Hát ebben válaszoltál valójában. Hát figyelj, mert igen, mert az ember pontosan, ha valaki, akkor mi aztán pontosan tudjuk ennek a buktatóit.
főleg a hölgyeknek meg szerintem még nehezebb a színészi szakma, sokkal kiszolgáltatottabb, kevesebb szerep van, stb. Panna, ő nehéz volt megmondani neki, de aztán is a saját tapasztalata alapján jutott erre a kifejezés. A színház nem lett volna neki való. Ő imádott filmezni, amikor hozzájutott, imádta a kamerát, a mai napig imádja. Most ezt riporterként, vagy szerkesztőként, műsorvezetőként maximálisan meg tudja, vagy ki tudja élni, és ez tök jó. Boldizsár fiam hangmérnök a Radnóti Színházban, tehát ő is valamilyen szinten a szakma közelében van. Hát igen, sok buktatója van, tehát egy végtelen kiszolgáltatott szakma. Hát most nem akarom a negatívumait ecsetelni, de igen, tehát nehéz ebben. A saját sorsodat, pályádat is ilyen kiszolgáltatottnak látod, ha visszanézel erre az elmúlt 30 évre? Hát sok ilyen időszak volt, igen, voltak. Aztán persze az ad mindig erőt, akik mellettem vannak. Tehát egyrészt a négy fal között is, meg aztán ott a színpadom, tehát a munkahelyem, vagy hogy nevezem, a színházban. Most jól vagy? Olyankor össze kell kapaszkodni. Igen. Hát hallhatatlan a társulata. Jól hangzik. Na mondd. Egy dolog lemaradt a múltkori beszélgetésünkből, amikor megleptél azzal a kérdéssel, hogy milyen színész ideájaim, vagy eszmény, vagy nem tudom ki, ideájaim vannak. És akkor én hebegtem, habogtam, és a... Kérdeztem ilyet? Nem is emlékszem, látod? Igen. Na de mi a válasz akkor? Várjál, igen. És akkor én ott mondtam, azt hiszem két külföldi valakit, és akkor te szóba is tetted, hogy akkor magyarokkal hogy vagyok. De tényleg annyira zavarban voltam ezzel a helyzettel, mert nem nagyon vannak így ilyen példaképeim, vagy nem tudom. És utána, hát az emberek a lépcsőházba jutnak eszébe mindig a jó mondatok, nem mintha most eszembe jutott volna, de egy személy, aki számomra az utóbbi 20 évben meghatározó alakja volt a magyar színháznak. Sajnos keveset tudtam vele dolgozni, és most már a színészetet abba is hagyta. De egy ilyen ikonikus alakja nekem, és nagyon kevesen ismerik, a Kovács Zsolt. Ahányszor láttam színpadon, vagy bárhol, én azt éreztem, hogy én ezt az embert addig nézném, amíg játszik, vagy amíg éli az adott szerepét. Tehát valami olyan gazdag emberség, és közben megfoghatatlan, mert nem lehet technikáról, vagy nem tudom, én nem tudnék egy technikáról is különböző színészi eszközökről beszélni, de az ember számomra egy ilyen unikális színész volt, most sajnos azt kell mondjam, mert már nem látható is sehol. Hát ő nagyon sokáig Kaposváron volt. A Kaposvári Színháznak volt az oszlopa, ha úgy tetszik. Hát igen. De hát ugye Kaposvárról is kiket ismertünk, akik feljöttek Pestre, meg akik a színházból a filmre is fel tudtak kerülni a Vászonra. Hát ilyen szempontból hálátlan. Én nekem egy nagyon jó barátom, legjobb barátom volt egy időben a Bertók Lali, aki egy osztályba jártam, ma már alig tudja valaki, hogy kicsoda ő, mégis az én generációmnak az egyik legtehetségesebb példánya volt. De most akkor nekem az jut eszembe, hogy most valójában arról beszélsz, hogy mennyire hálátlan, meg mennyire esetleges a szakma a tiétek. Tehát ugye itt van Kovács Zsolt, mondott, hogy már nem játszik, és milyen kevesen ismerik. És milyen kevésen múlik, hogy ki ismeri meg, és ki nem. Igen, hát igen, ezért is ilyen, kicsit ilyen, hogy ambivalens ez a halhatatlan társulat. Ez a Darvas Ilyen mondta azt magáról, hogy ő addig él, mint színész, amíg az utolsó színházi néző is él, aki őt látta a színpadon. És ez így van, persze. Igen. Persze, de közben meg az az illúzió is ott van ezekben a kövekben, meg ebben az elnevezésben, hogy majd, hogyha 50-100 év múlva ez felmerül kérdésként, hogy és hát ő ki volt, akkor meg lehet nézni. Tehát legalább merüljön fel a kérdés, hogy ki volt ő, és legalább így maradjon meg az emlékezete, ha már a színpadon nem látjuk. Hát számomra többek között ezért is volt elképesztően megható az a délelőtt, amikor ez az avatás megtörtént.
Jó volt veled beszélni, de hát én szeretek veled beszélgetni, úgyhogy elfogultan mondom ezt, de köszönöm. László Zsolt a Halhatatlanok Társulatának 2024-ben megválasztott örökös tagja, a Radnóti Színház Jászai Díjas művésze volt a vonalban. Köszönöm neked. Köszönöm én is. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. A Kultúrát hallják továbbra is itt a Spirit FM-en, és most egy olyan sorozatról fogunk beszélni, ami egyrészt Párját ritkítja, másrészt már nem, mert a 10. évada indul. Hajós András a vonalban, aki kitalálta, aki csinálja, és hát aki nem egyedül csinálja ezt, hanem ehhez elkövetők, tettestársak is kellenek. Indul a Dalfutár 10. évada. András, szia! Jó estét, szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy ilyen szépen felvezetted és elmondtad a lényeget. Valóban a Dalfutárnak a 10. évada indul, ami egy jubileum évad, aminek nagyon örülünk. Annak idején, mikor elkezdtük, akkor azt gondoltuk, hogy hát, ha egyszer el lehetne jutni a 10-ig, de hát Magyarországon az biztos nem megy, hát az emberek megunják, meg hát minden csoda 3 napig tart, és ez a csodánk, ez most már 10. évada tart. Hála a támogatóknak, ami azt jelenti, ez nekünk azért nagyon fontos, mert csak a piacról finanszírozzuk, tehát ez azt jelenti, hogy van ebben üzleti ráció is, erre mindig nagyon büszke egy alkotó, hogyha nem csak állami támogatásból vagy önkormányzati pénzből, hanem mondjuk tisztán piacról tudja finanszírozni a műsorát, ami mögött pedig az rejlik, hogy akkor ezek szerint az emberek ezt nézik. Szóval ez a része nagyon klassz, és örülünk. Hát az egész nagyon klassz, és lehet neki örülni, mert valami olyat mutattok fel ebben a sorozatban, ami manapság azért eléggé ritka, az emberi együttműködés. Tehát azt a részét a dolognak, hogy látszólag különböző világokat képviselő emberek együtt tudnak dolgozni valamin, aminek lesz a végén egy végeredménye, ráadásul általában egy egészen kiváló produktum. Nagyon örülök, hogy ezt a részét látod, és értően néztél rá, ez megtisztelő, hiszen nekünk ez a titkos üzenetünk. Azért, ha egy mondatban össze lehet foglalni, hogy aki még nem ismeri, hadd értse is, hogy miről beszélünk. Jogos. Ez egy olyan műsor, amiben 4 magyar popzenészt, művészt hívok össze, akik úgy írnak közösen egy dalt, hogy nem tudnak egymásról. Tehát iratok egy zenét valakivel, azt elviszem egy szövegírónak, azt tovább egy producernek, azt tovább egy énekeshez, és senki se tudja, hogy ki a másik, majd végül egy stúdióba összegyűjtöm őket, ahol viszont egy napot kapnak, hogy immáron felfedődve egymás kiléte, befejezzék a dalt estig. Szóval egy lehetetlen nehéz helyzet, valódi popdalokat nem feltétlenül így szoktak írni, és ahogy mondtad is, igen, ez a zene kapcsán, de elsősorban a kooperációról, a kommunikációról, az együttműködésről szól, arról, hogy különböző világok, akiket mi ebben a furcsa pszichológiai játékban összezárunk, és itt hadd tegyek egy zárójelet, direkt kihagyjuk azokat a kereskedelmi tévés poénokat, hogy az egymás gyűlölő, a 20 éve nem látta a gyerekét, aki beperelte, tehát nem ezt keressük, pusztán csak a különböző zenei világokat keverjük. Tehát például a mai induló adásban is lesz egy országosan ismert Petőfi Rádió által játszott, kereskedelmi tévéket megélt sztár, lesz feltörekvő 20 éves, lesz alterzenész, lesz popzenész, néha nagy öregek is megjelentek az elmúlt években, szóval igyekszünk mindenkit összekeverni, és aztán az egészből egy nagyon furcsa, de általában különleges és sok esetben jó dal is szokott születni, ami aztán a social médiában meg a különböző streaming megosztókon elkezdi élni az életét, de azt hiszem, amiért akik szeretik, ezt szeretik, hogy ez egy olyan dokureality, ahol ezeket a művészeket, akiket egyébként ismerünk már, vagy azt hiszük, hogy ismerünk, más oldalukról lehet meglátni. Tehát itt az elmúlt években valaki láthatta Király Lindát metált hörögni, Fluor Tomit aranyosnak és szerénynek és csendesnek látni, Majkát alter szöveget írni, mindenki egy kicsit... Hát azért te tudsz csodákat tenni ezek szerint. Hát mert ez az. És azt hiszem, hogy a csodát nem mi tesszük, hanem pont az a dolog, amire ez a furcsa játékhelyzet rákényszeríti az embereket arra, hogy előítélet nélkül álljanak hozzá. Ha nem tudom, kinek írom a szöveget, akkor nem tudom elhatározni, hogy egyrészt, hogy az milyen legyen, másrészt, hogy én azt már eleve utálom azt a másikat, vagy én szeretem, és ebben a furcsa... Ezért nem tudják, bocs, Andris, ezért nem tudják egymásról, hogy ki csoda lesz? Hogy ezt kiküszöböld? Nem, ez az a kísérleti helyzet,
ugye, mint a patkánykísérleteknél, most azért nem biztos, hogy jól tettem, hogy a magyar popzene szereplőire a patkány hasonlatot így rögtön ráhúztam, hiszen... Nem, ez csak példa volt, csak példa. Igen, de hát, hogy ott is mindig van egy kontrollcsoport, egy normális körülmények, egy nem normális körülmények, mi kicsit teremtünk egy ilyen picit nem normális körülményt, amiben prizmaszerűen sokkal jobban látszik, hogy mi múlik azon, hogy egy dalnak milyen a szövege, hogy hány része van, hogy van-e refrén, hogy az a refrén milyen hangnemben van, hogy van hangszerelve. Azt hiszem, egy kicsit a popzene boszorkány konyhájába is beláthatnak, akiket ez érdekel, és láthatják azt, hogy na, mi van akkor, hogyha ott állok, országos ismertségű szövegíró vagyok, viszont valaki azt mondja, hogy hát nekem viszont ez így nem tetszik, hogy mi lenne, ha máshogy lenne. Ez azt hiszem a tanító része, vagy a mindannyiunknak inkább azt mondom a tanulság része, hogy hogyan kell egymással kommunikálni ahhoz, hogy valamit elérjünk, hogyan kell kompromisszumot kötni, és azt hiszem erre a mai világunkban, ami minden szempontból az erőről, a hogy győzöm le a másikat, a mindent szabad a cél érdekében, nagyon erről szól, nem csak politika, nem csak közélet, most már erről szól marketing, most már erről szól biznisz, és már lassan gasztronómia, már egy éttermet nem lehet úgy nyitni, hogy jó napot kívánok, szerény vagyok, kedves vagyok, tisztességes vagyok. Azt hiszem erre nagyon nagy igény van, és ha az egész még humorral is van ötvözve, mert nyilván azért igyekszünk ennek az egésznek a kellemes oldalát megmutatni, akkor azt tudom ígérni, hogy egy egyórás epizódonként egyórás nagyon kellemes szórakoztató doku-reality tudok ígérni. Nekem személyesen ez azért fontos, mert lassan most már 30 év televíziózás, zenekarozás, színpadozás után nagyon a helyemen vagyok benne. Ha valaki azt várná, hogy ez hajós show, akkor szerencsére téved. Ezt sokan egyébként hiányolják is ám belőle. Most van rá lehetőség, hogy más csatornákon ezt megkapják, hogyha van igény, de nekem nagyon kényelmes, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egészségesnek tűnik. Szerintem 55 éves vagyok, és nem szerintem, hanem azt hiszem, jól tudom, de hogy szerintem 55 körül már nem biztos, hogy egy egykori frontembernek abban kell a férfiasságát, az egóját megmutatni, hogy legelőbb kiabál, lehet, hogy producerként, működtetőként, moderátorként, olyanként, aki ezt az egészet létrehozza, ennek a hátterét megteremti, és az embereket áttételesen szórakoztatja, lehet, hogy jobban helyen van. Azon gondolkozom, hogy hallgatlak, pont frontember, meg előadó, meg te is zenész, énekes, hogy rajtad mennyit változtatott ez a sorozat, ez az évtized most már? Nagyon ugye, sokat. Hát te is szembesülsz egy csomó dologgal magadról is valójában, amikor őket nézed, hogy dolgoznak. Nagyon sokat tanultam benne, évről évre el tudom mondani, noha ezért ez nem úgy volt 10 év, mert voltak éveink, amikor 2 évad volt egy naptári évben, de nem is ez a lényeg. Két szempontból segített, tanított és könnyített rajtam nagyon sokat. Egyrészt annyi hadakozás után, nekem elég hadakozós után volt a Magyar Kereskedelmi TV-vel, tévézéssel, meg az egész karrierem nagyon hadakozós volt. És most van egy olyan névjegyem, amiben világosan meg tudom mutatni, hogy én mit gondolok a televíziózásról, és ezért sokkal felszabadultam, könnyedebben tudok belemenni más típusú műsorokba, mert van egy olyan megkérdőzhetetlen identitás kártyám, hogy nincs bennem az a görcs, hogy ha én csak baromkodok, akkor azt fogják hinni, hogy ez egy idióta, mert le van rakva az asztalra valami, hogy amúgy én így gondolom. A másik, ami hát elképesztő közelről látni nekem is azokat a művészeket, akikről azt hiszem, hogy ismerem. Nagyon érdekes figyelni a saját egómat, hogy észrevenni azt, hogy most mi bajod van, András? Ja, hogy te féltékeny vagy, mert te szerettél volna ilyen lenni. Csak ő 20 éves, és Amerikában tanult, és 4 hangszeren játszik. Volt ilyen? Volt, eleinte volt, és akkor föl kellett ismernem, szóval nekem is egy nagyon szép El Camino volt, ahogy egy utat végigjártam, és sokkal jobban a helyemre kerültem, és elengedtem azt, hogy én is lehetnék az, de akkor én már nem, vagy miért nem. Nagyon sok ilyen helyzet volt, és azt hiszem, hogy általánosságban emberileg engem ez fejlesztett.
Ma este kezdődik az új évad, ugye hétfőn beszélünk délután, hétfő este indul az új évad. Szerintem, aki a Dalfutár korábbi évadait követte, ott lesz. Aki meg eddig nem találkozott vele, annak most felhívtuk a figyelmét, hogy ma este érdemes a tévé elé ülni. Köszönöm, pláne, hogy én a Dalfutár YouTube csatornáján ilyenkor live chatben ott is vagyok. Ha valakinek ez izgalmas, akkor még beszélgethet is velem. Be is lehet szólni? Nekem aztán be lehet. Elengedem a fülem mellett. Köszönöm, hogy foglalkoztatok velünk. Köszönöm, hogy elmondtad. Hajós Andrást hallották, indul a Dalfutár 10. évada, tehát jó szórakozást kívánok és jó dalokat. Önöknek, meg neked is. Köszönöm. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Folytatva a kultúrát, Csehi Mariannát köszöntöm, a Highlights of Hungary ügyvezetőjét. Köszönöm. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Köszöntöm én is a hallgatókat. És hát beszélünk valamiről, ami egy nagyon nehezen mérhető dolgot próbál díjazni, utalmazni, a teljesítményt. Ugye a sportban mérjük, ott stopper óra segít, a gólok segítenek, de úgy általában az emberi teljesítmény egy sokkal nehezebben megragadható dolog. Ja, az iskolai tanulmányainkban is megtanultuk fizikából is a teljesítménynek a képletét, egységnyi idő alatt elvégzett munkát. Mi úgy fogalmazzuk meg a teljesítményt, hogy sok-sok befektetett munka eredményeképpen létrejövő teljesítmény az, amit mi díjazunk, ez egy társadalmi díj, és úgy fogalmazzuk meg, hogy kiemelkedő magyar teljesítményeket díjazó társadalmi díj, a Highlights of Hungary, és az élet minden területéről keressük ezeket a bizonyos teljesítményeket. Mi volt eddig a legextrémebb, ami ugye a hétköznapi dolgainkhoz képest olyan igazi különleges, és azt mondták rá, hogy hát igen, hát ez az. Nagyon sok, nem is tudok példát mondani, az ugye 2013 óta működik ez a díj, és vannak közöttük olyan csillagok, akik világhírűek, például Szoboszlai Dominik, akit 2020-ban jelöltek Highlights díjra, de van köztük egy pécsi futónő, aki 50 évesen döntött el, hogy elkezd futni, és azóta 86 maratont futott el, 82 éves, és a mai napig is edz, és mai napig is fut hosszú távú teljesítményeket. Vannak hát az között... példaadó. Igen, az és mindegyik példaértékű, mindegyik kiemelkedő, mindegyik fontos, motiváló. Mert ugye ebben a hármas meghatározásban nincsen benne az, hogy példamutató legyen, hogy példaértékű legyen, hogy példaadó legyen. De hát nyilván a teljesítményt gondoljuk annak úgy általában. Így van, így van. Alapvetően az a, nagyon sok célja van a Highlights of Hungary-nak. Vannak direkt céljai, illetve indirekt céljai. Az mindenképpen egy fontos és direkt célja, hogy inspirálóak legyenek azok a jelöltek, történetek, akiket mi évről évre bemutatunk. Hogy vegyük észre, hogy abban az életnek abban a területében, amiben én sokat mozgok, abban is lehet kiválóan teljesíteni. Úgy is szoktuk mondani, hogy mindent lehet jól csinálni, akkor miért csináljuk nem jól. De vannak olyan indirekt céljaink is, hogy például elveszítettük azt a képességünket, hogy tudunk örülni másnak a sikerének. Sőt. És hogy ezt pont szerezzük az ellenkezőjét vissza. Szoktuk oly gyakran. És hogy ezt szerezzük vissza ezt a képességet, hogy örüljünk a szomszéd sikerének, vagy akár egy családtagnak, hogy hú, ezt mi is tudnánk így csinálni. Az idei jelöltek között példaértékű teljesítmény, akár egy pék, akár egy gyógyszerész, akár egy hagyományőrző, vagy inkább mi úgy mondjuk, hogy hagyománymentő történet. Tehát az életnek nagyon sok területéről nagyon divers teljesítményeket mutatunk be. Említettem még itt az indirekt célokat, és talán az egyik legfontosabb az, ugye azt mondjuk, hogy Schwab Richard is az egyik jelöltünk ebben az évben, hogy azzá leszel, amit eszel. Most ugyanez igaz az információk és a hírek fogyasztásában is, hogy minél több pozitív hír tudok befogadni, a lelkem, a szellemem annál könnyebben tud létezni. A Highlights of Hungary pozitív történeteket mutat meg. Kik jelölnek? Minden évben nagykövetek jelölnek. Az elmúlt 10 évben 10 nagykövete volt a Highlights of Hungary-nek. Ebben az idén változtattunk, és csak 5 nagykövete van a Highlights of Hungary-nek. És ezt azért tettük meg, mert azt érezzük, hogy az 5 nagykövet 5-5 jelöltet mutat meg, így mi 25 jelöltet mutatunk, 25 csillagot mutatunk meg ebben az évadban. Ez korábbiakban 50 csillag volt, de hogy nem tudunk ennyit befogadni.
tehát már a 10 nagykövet nevét is sokaknak nehéz volt vásárolni. Idén az 5 nagykövetünk dr. Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János, illetve Tídeni. Igyekeztünk olyan nagyköveteket felkérni, akik értelemszerűen önmaguk is példaképek, és méltán lettek híresek. Másrészt pedig, hogy minél diverzebb legyen a tevékenységük is. Másfelé látnak el, igen. Hát persze, más van a szemük előtt. És ők úgy gyűjtik a jelölteket, vagy úgy kutatják, úgy keresik, hogy egyrészt ami az ő szemük előtt van, amit az előbb említett, másrészt pedig kérik a követőiknek az ajánlásait is. Idén 632 értékelhető ajánlást kaptunk, és ebből a 632-ből plusz a saját univerzumukból felmerülő jelöltekből lett aztán ez a bizonyos 25 jelölt. 632 teljesítmény között értéksorrendet adni, mert hát végül is, akik ide jutnak, ők már a kiválasztottak. Azért az önmagában is egy nehéz felelősség. Vállalták ezt a felelősséget a nagykövetek. Vitáztak önmagukkal, és vitáztak egymással is. Én itt látok olyat, aki mindjárt jön hozzánk, holnap lesz itt a vendégünk, Szirtes Edina Mókus, aki egy fantasztikus zenész például. És hát például neki azért örülök, és ezzel nem akarok mellette kampányolni, hanem csak azt mesélem el, hogy mennyire jellemző. Ő nem sztár, ő fantasztikus zenész. És valami egészen elképesztő elkötelezettséggel teszi, amit tesz évtizedek óta. És szerintem ő így példa. Nem kell sztárnak lenni, és itt csomó mindenki van, aki nem sztár, és nem arról ismert, hogy ismert. Előbb említettem ezeket az indirekt üzeneteket, és például egy olyan indirekt üzenetünk is van, hogy a siker fogalmát is tanuljuk meg definiálni. Mert a mi világunkban a sikert pénzben mérjük. Pénzben, hírben. A jelöltjeink, akiket bemutatunk, illetve ezekben a történetekben sokkal időtállóbb értékekben lehet a sikert megfogalmazni. Szirtes Edina Mókus mellett, hogyha kampányol, én azt csak megköszönöm. Hát nem, mert a többiekkel szemben nem fér. A többiekkel szemben természetesen nem fér, és igyekszem majd mindenkiről szót említeni. Nagyon érdekes, hogy Mókus is jelölt lett, és aztán egy másik nagykövetünk pedig jelölt a Reszirkelnek a Paradízum előadását, aminek a zenéjét egyébként Mókus szerezte. Összeérnek a szálak. De erőt eszembe, ugye akkor ez például egy olyan díj, amit nem csak személyekhez köthetünk, hanem ügyekhez is adott esetben. Sőt, tehát ügyekhez is köthetünk, sőt vannak olyan jelöltjeink, ami mondjuk egy könyv, ilyen a Sorsformálók kötet, amit a Kincs adott ki, Antal István a szerkesztője, 12 sikeres roma férfinak a történetét mutatja be. Úgy fogalmazott István, amikor beszéltünk, hogy ők kettős identitásban élnek, és példaértékűek mind a roma társadalom, mind pedig a többségi társadalom számára. Megakadtam egy pillanatra, segítsem. Mondta az előbb, hogy Borbás Marcsi a zsűri, a döntnökök egyike. Egyike, így van. Akit én nagyon szeretek, és itt látom jelöltként is. Hát nem, ez, Marcsi ő nagyköve. Hát akkor ez itt nekem egy téves jelöltek, és az első név Borbás Marcsi. Nem, megnyitottam közben az oldalukat. De lehetne, egyébként simán lehetne, mert hát Marcsi fantasztikus. Marcsi már tavaly is volt nagykövet, illetve idén is ő lett az egyik nagykövetünk. Az ő jelöltjeik például dr. Birinyi Péter egy gyógyszerész. Ő is azt mutatja, hogy mindent lehet jól csinálni. Péter abban különleges, és abban azért érdemelte meg ezt a jelölést, mert ő a professzionális gyógyszeralkalmazási támogatás mellett, tehát ahogy a betegeket ellátják a gyógyszertárban, ő maga kutat is. És számtalan gyógyszerformulát hozott ritka betegségekre létre. Csomóját, ami Európában sem elérhető, például olyan gyógyszerformulát, ami mondjuk epilepszia rohamoldó készítmény, eddig kubban lehetett elérni, az ő fejlesztésének köszönhetően orspréként, nem mindegy, hogy hogyan alkalmazzuk hát ezt a készítményt. És mennyire egyszerű. Hát persze. Marcsinak a jelöltje Deák Péter. Mi csak úgy hívtuk magunk között, hogy a szolnoki nehéz helyzetben lévő gyerekek, hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek az őrangyal. Ő egyébként népművész is, és gyermeksegítő.
Marcsinak, mindenkiről van egy film az oldalon. Mindenkiről készítettünk egy kis filmet, ami az oldalon elérhető, illetve a social media felületeinken is elérhető. Szerintem nem menjünk végig, hanem mondjuk azt a hallgatóknak, nézőknek, hogy kattintsanak. Sőt, holnaptól szavazzanak. Az úgy megragad. Tehát nézzék meg ezeket a filmeket, ismerkedjenek meg a jelöltekkel, és hát abból lesz a szavazat nyilván elsősorban. Az, hogy valaki címlapsztár-e, az mennyire változtatja meg az erősorrendet egy ilyen szavazásnál? Hogy tapasztalták? Tehát aki ismert egyébként is, és nem itt találkoznak vele, előnyben van? Valószínű, hogy igen. Bár most a tapasztalatunk egy hete nyilvánosak, hogy kik az idejévi jelöltek, és a Facebook oldalunkon, YouTube-on, TikTokon elérhetőek már ezek a filmek. Ne ijedjenek meg, nem hosszúak, meg lehet nézni 3 és 5 perc hosszúságúak, és igyekeztünk nagyon fordulatosra és pörgősre vágni, de annál mélyebb tartalommal. Azt tapasztaltuk a nézettségben, hogy nincs összefüggés a között, hogy valaki már címlapsztár, és mekkora lett az elérése, vagy éppen egy csíkmadarasi panziónak a tulajdonosa. Vagy például Gyurta Daniak, a Magyar Hospice Alapítvány az egyik jelöltje, nézem, a Semmelweis Help a másik. Ugye Dani ezekkel a jó szolgálati gesztusokkal egyébként sem áll hadilában, maga is gyakorol hasonlókat, úgyhogy nem nagyon véletlenek ezek a... Dani ezekkel a, ezekkel a jelölésekkel. Igen. Szóval én azt gondolom, hogy erre érdemes figyelni. Az, hogy ez a díj milyen tekintélyt vívott ki magának az elmúlt évtizedben, az hogy lehet mérni, ha már a teljesítményt mérjük? Én azt gondolom, hogy ezeket a visszajelzésekből látjuk. Tehát akik highlights jelöltek voltak az elmúlt 10 évben, ők úgy emlékeznek vissza erre, hogy ők ebben egy menő klubba kerültek. De itt most a menőt a nagyon pozitív pozitív szóként kell értelmezni. Most is, amikor értesítettünk egy-egy jelöltet arról, hogy ő lett az, akire gondolt ez adott nagykövet, mindenki nagyon megtisztelve érezte magát. Akkor a presztízse, mondjuk, mint egy Nobel-díjnak, vagy mint egy Oscar-díjnak természetesen nincsen, de ezen dolgozunk, hogy minél nagyobb tisztelet. Tehát nyilván nem is ez a verseny. Legyen. Nem a Nobel-díjjal kell ezt mérni, ez nem. A miénk. Így a van. Nobel-díj meg az egész világról szól egy egészen furcsa rendszerben, amit mi talán nem is látunk át innen egészen nem pontosan. De nem is kell. Ez viszont egy átlátható rendszer. Tehát itt azt gondolom, hogyha valaki szavaz, akkor tudja, hogy hogyan szavazhat, mire szavaz, kik jelöltek, kik a jelöltek. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek a folyamatnak. Próbáltunk minél egyszerűbbé tenni a folyamatot, minél átláthatóbbá, minél tisztábbá tenni a rendszert. Úgy néz ki, hogy aki jelölté vált ebben az évben, ott egyrészt a nagykövet jelölte, de mind az 5 nagykövet jóvá hagyta. Tehát konszenzusos jelöltek ebben az évben. Így megszüntettük a Highlights nagydíjat, és idéntől kezdve csak közönségdíj van. Holnaptól, azaz október 1-től október 20-áig lehet szavazni a Highlights honlapján. Minden nap le lehet adni 5 jelöltre, az 5 kedvencre a szavazatot, és a legtöbb szavazatot nyerő 3 jelölt fogja kapni ebben az évben a Highlights díjat. Ez tényleg átlátható. Mit kap, aki díjat kap? 2 millió forintot fognak kapni. Ó, pénzdíjas. A díjazottak pénzdíjat fognak kapni, illetve a Szalai Bálint készítem, ő egy MOME alumni srác készít egy gyönyörű üvegtárgyat, egy díjat, amit még ők meg fognak kapni ebben az évben. Legyen valami a polcon, ami így emlékezteti erre őket. Szép, és örülök, hogy beszélettünk róla. Szavazzanak, ez a lényeg ezek szerint. Október 1-től azt mondta 20-áig. Mondjon még egy internetes címet, ahol el lehet érni a szavazást. Highlights of Hungary. Így egybe. Így egybe. Köszönöm szépen. Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. És köszönöm az önök figyelmét. Ez volt mára a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak. Holnap ugyanebben az időpontban jövünk megint. Viszont hallásra, Róna Jégont hallották.